fel a gyülekezet. Istenünk, hálaadással szólítunk meg téged, aki teremtőnk és alkotónk vagy, aki létrehoztad ezt a gyülekezetet, és akinek akaratából létrejött az énekkar is. Urunk, te mondtad, hogy emlékezzetek a megtett útra. És azért vagyunk most együtt, mert szeretnénk emlékezni. Emlékezni a 120 évre, amikor létrejött itt Pécelen a gyülekezet, és emlékezni a 100 évre, amikor az énekkar megalakult, és 100 éven keresztül hűségesen szolgált téged. Köszönjük, hogy gyermekeddé fogadtál bennünket, és köszönjük, hogy munkálkodhatunk ebbe a városba. Köszönjük mindazokat az embereket, akik fáradoznak a te népedért, itt Pécelen is. Urunk Istenünk, áld meg ezt az alkalmat, te ragyogtasd fel a te orcádat előttünk, és mi alázatos szívvel szeretnénk most szolgálni előtted, szeretnénk dicsőíteni téged, szeretnénk emlékezni, és szeretnénk hálával áldozni előtted. Fogadj el úgy, amint vagyunk, és teted ünnepélyessé e mai estét a mi számunkra. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Meleg szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet. Közel s távolról vagyunk itt most nagyon sokan. Szó szerint meleg szeretettel. És remélem, hogy a szívünk is átmelegszik, nem csak a testünk hevül fel itt ebben az időben, ebben a környezetben. 100 évet ért meg ez az énekkar, és ebből az alkalomból szeretnénk hálát adni Istennek előttetek, és minden válogatás nélkül egy-egy mozzanatát az énekar életének bemutatni énekekben. Engedjétek meg, hogy hagyj köszöntsek kiemelt szeretettel néhány és tisztelettel néhány szemét, polgármester urat, Szent Andrási Csillát, Szilágyi Zsuzsát, a zeneiskola tanárait, a környező gyülekezetből itt levőket, a Petőfi kórus itt levő tagjait, képviselőit, és minden olyan kedves ismerőst, aki azért jött el, hogy talán kíváncsiságból, talán azért, hogy egy 100 éves évforduló, nem akármilyen egy testület életében, meghallgass, hogy miről tudunk számot adni a 100 év kapcsán. De hagy emeljem ki mégis, nem legutolsó sorban, hanem külön megkülönböztetett tisztelettel Bálint József tanár urat, kedves példaképemet, és kedves feleségét, és hagyj köszöntsem itt Kozma Bálint testvérnek, énekarunk meghatározó karmesterének, régi karmesterének a családját, fiát, feleségét és unokáját. És ha valakit kihagytam, attól elnézést kérek. Néhány szóban hagyd mondjam el, hogy miről fogunk énekelni. Olyan énekekről, amelyek Istent dicsérik, az Alkotót, aki teremtette a Földet hitünk szerint, és Jézus Krisztusról, aki az ő váltsághalálával, feltámadásával mindannyiunk számára elérhetővé tette azt, hogy ne az örök kárhozatba jussunk, hanem a mennyországba. Erről szeretnénk bizonyságot tenni itt a népes gyülekezet hallgatóság előtt, fogadják szeretettel. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet,
a 100. Zsoltár első versével és a 149. Zsoltár első versével. Újongjatok az Úr előtt, az egész földön. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Ezzel köszöntök ezzel a Zsoltárral mindenkit, és engedjék meg, hogy külön nagy tisztelettel és meleg szeretettel köszöntsem Gerzsenyi László testvért. Ennek a gyülekezetnek 24 évig volt lelkipásztora. Talán az énekkar múltjáról is ő tud legtöbbet. És nagyon köszönöm a gyülekezet nevében, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél közénk. És Gerzsenyi testvér fogja majd az igét hirdetni. Nagyon nagy örömmel várjuk ezt, és Istenünk áldását kívánom a te szolgálatodra, életedre. Köszöntelek nagy szeretettel. Köszönöm szépen. Most egy közös éneket énekeljünk el. Az énekes könyvünknek a 46. számú énekét. Szent az Úr az Alkotó. Ünneplő gyülekezet. A mai napot a Péceli Baptista gyülekezet énekkarának 1912-ben történt megalakulásának emlékére rendeztük. Jól esik kimondani, hogy énekkarunk az azóta eltelt időtől kezdve folyamatosan működik. Hálásak vagyunk Istennek,
hogy olyan értékeket helyezett el személyekben, gyülekezetünkben, akik képesek voltak zenében, muzikalitásban, éneklésben, az eltelt 100 évben folyamatosan megvalósítani az éneklés áldott ajándékát. A 100 évét ünneplő kibővített énekkarunk nem szabad hátra nézni. Kibővített énekkarunk a jelenlévőkkel szeretne emlékezni azokra a történésekre, amelyek olyan sok örömet halmoztak föl bennünk, énekesekben, és a hallgatóságban egyaránt. Én magam a működő énekkarnak közel kétharmadát töltöttem ebbe az énekkarba, pontosan 63 évet, de vannak közöttünk, akik még ennél is többet. Délelőtt folyamán már említettük, hogy a Kőr utca 12 szám alatt lévő kis imaterem 30 főre növekedett gyülekezet, egyszerűen kinőtte a helyiséget. Ez a képen majd látható kis zsupfedeles parasztház egyik szobája 20 éven át adott otthont az 1892-ben elinduló baptista gyülekezetnek. Talán a gondviselés mutatta meg a kivezető lehetőséget, mikor 1912-ben egy baptista család, Bertalan János családja Pécelre költöztek, és itt a Maglódi úton vásároltak egy nagyobb házat. Ismerve a gyülekezet helyzetét, rögtön fel is ajánlották az egyik szobájukat imaház céljára, és így egyben Bertalan testvér a gyülekezet házigazdája lett. Hamarosan ez a szoba is szűkösnek bizonyult, hát még egy szobát átengedett, és a két szobát egy nagyobb teremmé alakították át. Elképzelhetetlen volt az öröm és a lelkesedés, hogy végre önálló, zavartalan, hívő környezetben van a gyülekezet. Szükségesnek tartom mindezt elmondani, hiszen a függetlenné válással nyílt meg a lehetősége annak, hogy új lendületet kapjon a gyülekezet, lehetett tervezni, egy új korszak kezdődött ezzel a függetlenséggel a gyülekezet életében. Ekkor költözött Pécerre Mester József testvér is, aki nagyon szép munkát kezdett a gyermekek és az ifjúság körében. Szárnyalhatott az ének, a zene. Meg is alakult még ebben az évben a most jubiláló gyülekezet énekkara, és ez egy évre rá a fúvózenekar is. Visszatekintve úgy látjuk, hogy az énekkar és zenekar megalakulásával vált motoros hajóvá az addig csak evezőkkel haladó missziós munka. Lemérhető ez a gyülekezet létszámának növekedésével is. Énekarunk szolgálatának közel egyharmadát nem gyülekezeti környezetben töltötte. Istentiszteletei keretek nem mindig voltak adottak, hiszen látni fogjuk, hogy az 1912 és 13-as évek lelkesedése, lendülete a testvérgyülekezetek példáját követve számtalan missziós utakra buzdította a gyülekezet ifjúságát. Járták az országot számos szabadtéri bemerítési alkalmakon, köztéri evangelizációs célú összejöveteleket zenéltek, énekeltek, szavaltak, bizonyságot tettek, és ennek gyakorlásához nagyon hatásos eszköznek bizonyult a fúvózenekar. A legtöbb érdeklődőt, kíváncsiskodót a fúvózenekar vonzotta össze. Az már külön csodálkozásra adott okot, hogy mikor már kellő kíváncsiskodó sokaság összejött, letették a hangszereiket, összeálltak férfi karrá, vagy az őket elkísérő fiatalokat vegyes karrá. De hát hogyan lehetséges az, hogy egy egyszerű földműves, gyári munkás és különféle munkát végző fiatalok képesek igényes, szíveket, lelkeket gyönyörködtető éneklést, karéneklést végezni? Kellett ehhez az az isteni ajándék, adottság, énekhang, muzikalitás, odaszánt élet, a megváltás ajándéka, küldetéstudat, lelki kényszer, hogy másokkal is megismertessék az Úr Jézus szeretetét, az emberek iránt. Az egyházak szertartásai csak kis templomi környezetben zajlottak, úgymond
hivatásos, kinevezett kántorok, orgonisták, papok végezték. Különösen kulturális esemény számba ment, ha egyszer csak felzendült valahol a zenekar, vonzott a tömeget, a kíváncsiskodókat. Nincs arra adatunk, hogy ezek az utak mennyi megtérőt eredményeztek, de bizonyosak vagyunk, hogy Isten mindenkinek egyszer-egyszer eszébe juttatta a hallottakat. Kérdés, honnan tudtak annyi időt szakítani a mindennapi kenyérkeresetet biztosító munkájuk mellett a sok felkészülésre, utazásra? Mondhatná valaki, hogy akkor lassabban járt az idő. Az lehet, de az biztos, hogy a vonatok pontosabban jártak. És Lőrik bácsiról tudjuk, hogy egy lekésett vonat helyett az apostolok lován tette meg az utat, hogy ott legyen a megadott helyen. Ezeket a missziós alkalmakat nagyon sokszor magánházaknál is gyakorolták azokban az időkben, a szomszédok, az utcalakói megismerték egymást, egymáshoz bejáratosak voltak, és mindig akadt hallgatóság a sokszor kulturálisan is elfogadható kedves alkalmaknak. Ezek a megmozdulások több évtizedre összetartó közösségé formálta a gyülekezetet, és egyben önfenntartóvá is váltak, közülük kerültek ki az igehirdetők is, mivel a körzet lelkipásztora ritkán jutott el Pécelre. Tudjuk, hogy a gyülekezetnek csak 1937-ben lett hivatalosan felavatott és megválasztott lelkipásztora, ifjú Udvarnoki András testvér személyében. És ettől kezdve már inkább a szervezett, istentiszteleti rendben folyt a gyülekezeti élet. Az ő személye gyökeres változást jelentett a zenei élet és az elmélyült igemagyarázat, valamint a szervezettség tekintetében. Most átadnám inkább a énekkarnak a feladatot. Következik egy nagyon kedves, ismert ének, ti népek, tapsoljatok néki. Thank you.
Szabad legyen bejelenteni, hogy ettől a perctől kezdve a protokoláris előadás megszűnik, és szeretnénk bensőségessé tenni, diaképekkel és az énekléssel feltűzdelni azt az emlékezés sort, amire most készültünk. Nem tudom, látható-e, hogy van egy nyíl, és az alatt van egy kis épület. Ez az a Kőutca 12 szám alatti épület, amelynek egyik szobájában jött össze az alakuló kis baptista gyülekezet 1892-ben. Képzeljük el, hogy 20 éven át ebben a kis teremben formálódott a gyülekezet. És amikor már 30 tagra nőtt, a családtagok, a gyerekek olyan mértékben megnövekedtek, hogy képtelen volt befogadni már ez a terem a gyülekezetet. Katona Istvánné, az első megtérő, egy misszionárius nő volt. Képzeljük el, hogy abban az időben a petróleumlámpa volt az egyetlen világító eszköz, hiszen a város körülbelül 1908-ban kezdődött, abban kezdődött a villamosítás. Itt érkeztünk el ahhoz az említett eseményhez, hogy ezt a házat vette meg az ideköltöző Bertalan János testvér, és mivel ő baptista családból származott, hát rögtön bekapcsolódott a helyi missziós életbe, és ismerve a gyülekezet szűkös helyét, fel is ajánlotta rögtön a lakás egyik szobáját. Csak hamar ez is kevés lett. Még egy szobát hozzáalakítottak, és ebből a két szobából kialakítottak egy nagyobb imatermet. És itt érkezünk el ahhoz az időponthoz, amikor ezt az új imatermet, a független imatermet birtokba veszi a gyülekezet. Mátyás Pál az, aki 1912-ben megalakította az énekkart. De mielőtt erre rátérnénk, beolvasunk egy olyan országos lapunkban megjelent tudósítást, amely visszaadja a gyülekezetnek azt a boldogságát, örömét, amikor új imaterembe költözött. A Békehírnök a magyar baptistáknak közel 100 éven át volt hírlapja, és a mai napig is folyamatos. Ebben jelent meg a tudósítás, ezt fogja most nekünk felolvasni Sáfri János testvér. Imaterem megnyitás Pécelen 1912. május 1-én. Emlékezetemben megmaradó igazi örömmel párosult ünnepét tartott Pécelen a testvériség új imatermüknek megnyitása alkalmából, amelyre megjelent a környékbeli gyülekezetekből több énekkar, úgy mint Szadáról, Rákos Csabáról, Szent Márton Kátáról, stb., valamint Írsáról a fúvózenekar. Ez alkalommal 400 olvasdra külön meghívót nyomtattunk, feltüntetve az énekesek és a fúvózenekar közreműködését. Ez a kívülvalóknál vonzó színben tüntette fel az ünnepét. A péceli testvéreknek ez évi május elseje piros színben ékeskedett.
Habár a naptárban nincs ünnepnek jelezve, sem piros betűvel kiírva az a nap, de az ő részükre mégis nagy ünnep volt, sőt mondhatom, Pécel egy része velük ünnepelt. Mi igen örvendünk tavaszkor a május jöttének, mert ilyenkor a természet új mezbe, új köntösbe, új színbe öltözik, és betölti a földet ezer meg ezer tarka virágával, melyek szebbnél szebb színben pompáznak, és illatukkal elárasztva éltetővé teszik a levegőt. De még jobban örülünk a péceli missziónak, mely most a tavasszal karöltve akar haladni. Ő is most új térbe lépve, új környezetbe, új erővel hódít, kibontva ott az evangélium magasztos tanait, hogy ebből életet, erőt, elevenséget kölcsönözzön a kihűlt jéghideg szívekbe. Fejlődni, növekedni kíván, szintén gyorsan, hogy a nyárban gyümölcsöt szedhessen, őszre pedig bőven szüreteljen. Én magam is örvendek e munkának, mert a péceli gyülekezetért hagytam el évekkel előbb még fiatal gyermekkoromban azt a községet, ahol szüleim laknak. Kivontam magam a szülei gondozás alól, hogy ezt helyettesítse a péceli gyülekezet, ezáltal elestem a szüleim részéről minden támogatástól. De ez pótolta egyrészt az Úr, másrészt a gyülekezet. Pécelre menet közben, utazásunkat megszakítva, néhány órát Rákos Csabán is töltöttünk az imaháznál. Egy pár ének előadása után utazásunkat folytattuk Pécelre. Még délelőtt lévén volt időnk bejárni a községet, a szívet s lelket rengető trombiták tetszetős hangjai mellett. Két ízben is jött követ értünk az imaháztól, hogy mennünk kell már fel, mert a község igen vár bennünket. Az imaterem, sőt a bejáró és az utca is betelt figyelmes hallgatókkal, akik szorongva várták az ünnepély kezdetét, emiatt még ebédelni is alig volt időnk. Két óra után vette kezdetét imatermünk ünnepélyes megnyitása. Kis Gábor hitszónok tartott beszédet Mózes első könyve 28. rész 17. verse alapján. Ehely Isten háza, mert ahol Isten jelen van, bármi szerény vagy kicsiny is, az az Isten háza, a mennyeknek kapuja, ahol a szent ige által az emberek Isten szerelmét megismerik, és Isten szemlélhetik, hitben a Jézus Krisztus által. A hely szűke volt amiatt, ünnepélyünket az udvaron folytattuk tovább. Ezúttal Szabó András hitszónak mondott alkalmi beszédet, idézve Máté evangélium 17. rész, 4. versében foglalt kedves igéket. Uram, jó nekünk itt lakni, csináljunk itt három hajlékokat, néked egyet. Mi is jól érezzük magunkat Jézussal, szeretnénk itt lakni e helyen ő vele, az ő lábainál ülni és őtet hallgatni, vele társalogni és élvezni az ő üdvös szavait. Építsünk hát több hajlékokat, hogy sokan gyönyörködjenek ő benne, a korcsmázók, káromlók, tivornyázóknak és ellenségeinknek is, hogy ott felleljék Jézust és üdvöt találva, dicsőítsék őtet velünk együtt, nagy örömben. Azután Rózsa M. testvér mondott el egy szép, alkalmas szavalatot, utána pedig felváltva az énekkar, fúvózenekar, s szép szavalatok előadásában gyönyörködött a meghatott közönség szünet nélkül közel este 8 óráig. Nehéz volt az ünnepét megszakítani, de kényszerítve voltunk rá, mert még otthonunk szét van. Hatalmas és impozáns közönség vonult végig az utcákon a vasútállomáshoz, amilyenk volt az egész utca, hol a megváltó edzett katonái fújták tűzzel, lélekkel, folyton az énekeket, végig az egész útvonalon. Meglepve és bámulva tódult ki az utcára a közönség, azután jöttek közénk és velünk, pedig most már nem hívtunk senkit. Csodáltam a közönség hangulatát és velünk érzését. Az utcákat oly hangossá, élénké és elevenné tettük, hogy attól kellett tartanunk, hogy ezt a sátán megirigyli és kieszel valami botránkozást. De noha majdnem az egész Pécelt mozgásba hoztuk, semmi baj, semmi botránkozás nem történt. Hogy némi tájékozást nyújtsak a kedves olvasónak az ünnepély hangulatáról,
A fúvózenekar részéről előadott énekek száma, Rákos Csabát nem is számítva, meghaladja az 50-et. A vonat, amellyel utaztunk, csak Pécerről indult, de a kocsi mégis zsúfalásig megtelt, amelybe beültünk. Kocsink egyforma zörejét elnyelték a harsonák hangjai, mintha most nem is a sűneken siklanék a sebes vonat, hanem a hold fénytengerében úszva rohanna tovább, vagy mint a szívünkből kiáradt, Jézusban érzett kettős öröm árja ragadt volna el bennünket el a gyönyör hazájába. Mindezeket lejegyezte Dobos István. Most egy karéneket fogunk meghallgatni, és utána az említett karmester, gyülekezet alapít, karének alapít, vagy énekar alapító testvérnek az életéről ki tudna hitelesebben számot adni, mint unokája, dr. Varga Lászlóné. Az ének után őt hallgatjuk meg. Thank you.
apám Mátyás Pál Kócsán született 1886-ban. Katolikus anya és református apa gyermekeként. 14 évesen iskolatársai elhívták a helyi baptista gyülekezetbe, ahol nagyon megragadta a Biblia igazságait tisztán, egyenesen, őszintén való átadását. Ugyanakkor a szép hangú, nagyon jó hallású és a zene iránt nagyon fogékony fiatalembert megragadta az akkor ott már működő hegedű vonószenekar és fúvószenekar is. Fiatalon már nagyon megtanult, fiatalon megtanult rögtön hegedülni, trombitálni, és 14 évesen bemerítkezett az ottani gyülekezetbe. No, ez a nap majdnem a halálát jelentette. Édesapja ugyanis megfogadta azt, hogy inkább kiterítve, mint bemerítve lássa a fiát. Ez csak édesanyjának merész közbelépése tudta megakadályozni. Ezért rövid idő múlva Pestre került szakmát tanulni. Budapesten a Naputcában működött a magyar nyelvű baptista gyülekezet, ahol nagyon sok fiatal járt, akik munka miatt vagy tanulás miatt kerültek Pestre vidékről. Itt ismerkedett meg a péceli születésű Sallai Lidiával, akit akkor bíró apja kitagadott. Így ő is Pestre került. Ez a közös sors összehozta a két fiatalt, és évekkel később házasságot kötöttek, és Pécelre költöztek. Nagyapám nagyon fiatalon megtapasztalta az Isten dicsőítő ének, a zene, lelket megnyugtató, vigasztaló hatását, a közös éneklés egymást erősítő, közösséget formáló, összetartó erejét és a lélek felhangolását az ige befogadására. Ezért elhatározta, hogy Pécelen énekkart szervez. Akkor a gyülekezetnek szinte minden tagja benne volt az énekkarban. Hegedűvel tanította az énekeseket, hisz megtanult hegedülni és trombitálni, 4 szólamra, teljes harmóniára tanítva az énekeket, az énekeseket, akik szerettek énekelni. Közben nagyon nagy feszültségben élt. Egy nagyon titkos bánatot hordozott magában, hisz fiatal felesége, szeretett fiatal felesége, nagyon beteg volt, halálosan beteg. Az akkor fiatalságot nagyon tizedelő TBC-s beteg emésztette őt. Ennek ellenére mély meggyőződéssel, nagyon nagy odaszánással fogott hozzá az egyházi munkának. Az első világháború ketté vágta ezt a munkát. Több fiatal behívtak katonának, természetesen őt is. Felesége akkor már halálán volt. Ezért kérte felsőbb szerveket, hogy 1 hét haladékot adjanak, hogy ne kelljen itt hagyni a haldokló feleségét. Temetése után, amikor a katonaságnak jelentkezett, az orosz front tűzvonalába kérte a beosztását, titkon remélve, hogy fiatalság feleségét követheti az örök kiválóságba. De a Jóistennek más terve volt vele. Ugyanis, amikor elment, itt hagyta 2,5 éves kislányát, tehát itt volt a feladat gyermekét fölnevelni, valamint a megkezdett egyházi munkát folytatni.
Háborúból hazaérve, felesége végakaratának megfelelően megnősült, magához vette kislányát, és miután látta maga körül a sok özvegyet, árvát, a lelkileg megnyomorodott embereket, hitehagyott embereket, haladéktalanul folytatta egyházi munkáját. 1919 tavaszáig egyedül végezte ezt a munkát, és akkor legnagyobb örömére a Fóti Lőrik Sándor pészeli lányt vett el feleségül, és ide költöztek. Társat nyert benne, a két egyforma talentummal, nagyon jó hanggal és zenei képességgel megáldott két fiatal teljes egyetértésben, minden vita nélkül. Együtt végezték tovább ezt a munkát, nevelve a fiatalokat, és egyáltalán a gyülekezet éneklési kedvét és lelket fölhangoló énekei, zenéit ketten végezték a gyülekezetbe. És ezt a nevelő munkájukat a Jóisten nagyon megáldotta. Pár év elteltével az akkor felnövekvő és nagyon jó talentummal, zenei talentummal rendelkező Eszkatona József és Kozma Bálintnak átadták a stafétabotot. Ők ketten pedig egész más missziós szolgálatba folytatták munkájukat. Köszönjük! Talán nem zavarja a jelenlévőket, hogyha most egy pillanatra lekapcsoljuk a villanyt, hogy a szemben ülők is meglássák. Érdemes megnézni, közel 100 éves képet látunk, és amint látni, a teljes gyülekezet szinte részt vesz az éneklésben. Ha volna több időnk, akkor végig tudnánk szaladni a személyeken, de azt hiszem, hogy sokak számára ismeretlen a név. Nekünk, akik itt éltünk, itt gyökereztünk, nagyon sokat számítanak az elődök, és most folytatjuk a ünnepségünket. A következő éneket Tóka Szabolcs orgonaművész testvérünk direkt erre az alkalomra írta, szerkesztette, komponálta. Ennek a bemutatását fogja most az énekkar elénekelni.
Most hallgassa meg a gyülekezet az ige olvasását, majd annak hirdetését. Gerzsenyi testvér következik. Kedves testvérek, kicsit ez magas. Nem nőttem azóta sem. A 100. Zsoltárt olvassuk föl. Kérem, álljon fel a gyülekezet. Hálaadó Zsoltár! Vígan énekelje az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel! Menjetek eléje vigassággal! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Eddig Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Nem tudom, hogy mit lehet ezután mondani, amit eddig hallottunk, és amit még fogunk hallani. De hadd mondjam el, talán mondhatom röviden azt, amit mégis elkészítettem erre az alkalomra. Nekem megvan az a nagy kiváltságom, hogy én ismertem a 100 éves énekkar minden karmesterét. 1950-ben jöttem Pécelre, mint a teológiai szeminárium hallgatója, ide voltam beosztva, és találkoztam Mátyás bácsival. És azóta mindegyik karmesterrel találkoztam, sőt, együtt munkálkodtam, így jegyeztem fel a karmesterek neveit. Valószínűleg ez összhangban van azzal, amit Mikes Bandi testvér fog majd felolvasni. Tehát Mátyás Pál után Mikes István, Eszkatona József, Katona Mihály, Kozma Bálint, Lőrik Sándor, Kamenszki József, Dr. Győri Imre, Mikes András, Mikes János, Váradiné Egri Anna, Tóka Szabolcs, ifjú Bényi András, Tóth Kornél és Varró Beáta. És harmonisták, még ezeken kívül, ugye ezek mind harmóniumon, hangszeren is játszottak. Harmonisták voltak még dr. Bató László, Gyaraki Barnabás, Pap István, ifjú Török Sándor, Gyorgyov Adrián, Hége István, Mikes Andrásné, ifjú Vezsenyi József, Ijés Csaba, Tóth Dávid. Lehet, hogy voltak többen is, de ezeket tudtam följegyezni. És nagyon boldog vagyok, hogy most a 100 évet ünneplő énekkar ünnepélyén itt lehetek, és átadhatok néhány gondolatot. Ez a 100. Zsoltár ragadott meg, mert ebben 3 különösen fontos üzenet van, amit Isten régi idők óta át akart adni népének éppen e Zsoltár által. Az első az, hogy újjongjatok az Úr előtt. A kereszténység az öröm vallása. Jaj nekünk, ha minket a szomorúságunkról és a buskomorságunkról ismernek az emberek. Ez a Zsoltár tere van az örömnek a hangulatával. És az az első ének, amit az énekkar megtanult 100 évvel ezelőtt, szintén az örömnek az éneke volt. Öröm, öröm, ó, drága kedves hír, melyet hirdettek angyalok. Ezt tanította meg Mátyás Pál testvér a hegedűjével az énekkarral. És azután jöttek a többi örvendező énekek. Boldogok, kik újjá lettek, újjászülve lélektől. Örvendj és zengedez újongó karral. Örvendezzetek egek. Aztán mi boldog nap köszöntött rám, amikor Jézus megváltott. Örvendjetek emberek, ifjak, kicsik, vének. Aztán egy nem is olyan régen tanult ének, élj boldogan, örvendez, vagy boldogan várjuk Jézust. És ki ne ismerné
különösen az összhajjak közül azt az éneket, hogy legyen szívünk vidámsággal és hálával folyton telt. Tehát a Zsoltár újból és újból hangoztatja, hogy legyünk Isten örvendező népévé. Az öröm ragályos. Át tudjuk adni a megszomorodott embereknek. Itt nemrégen volt valaki az utcánkban, aki nagyon buskomorra ment lefelé, nem tartozott a mi gyülekezetünkhöz, talán egy gyülekezethez sem tartozott, ott lakott a szomszédunkban, és kérdezem tőle, mi a baj? Azt mondja, megyek műtétre. Agy műtét előtt állt, és eléggé elkeserítő volt az állapota. Hát mondom, ne tessék elkeseredni, tessék majd imádkozni odabent, műtét előtt, műtét után, és mindig imádkozni. De azt mondja, nem tudok imádkozni, hanem ezen könnyen lehet segíteni. Vigye magával a Bibliát, van Bibliája, azt mondja, van. Nyissa ki pontosan a közepén, az Ó és Új Szövetség Bibliára gondolok. És ott talál imádságokat egymás után, bármelyiket olvassa, biztosan azonos lesz az ön kívánságával, vágyaival, problémáival. És akkor bekerült a kórházba, megoperálták, és ma is látom, jön, megy, föl, alá, az utcán, találkozunk, köszöntjük egymást, és hiszem, hogy ez a Zsoltár, Zsoltárok könyve volt a segítsége, hogy a nehéz órákban, napokban át tudott menni, és tudott valamibe kapaszkodni. Testvérek, nekünk örvendezőknek kell lennünk minden időben. A másik üzenet az, hogy menjetek be kapuin hálaénekkel. Ahogy halljuk ezt az énekkart, és bizonyára több csoport is van a gyülekezetben, amelyek az ének szolgálatára vállalkoznak alkalmasint. Ez nagyon fontos része a mi keresztény missziónknak, az éneklés. Sokszor kiszűrődött régen a hívőknek a házából az énekhang, mert reggelenként, amikor áhítatot tartottak, énekeltek is a családtagok. És ezt folytatjuk tovább. Az éneklés az Úr Jézusnak is az egyik eszköze volt a bizonyságtételre, a vigasztalásra, a megerősödésre, különösen akkor, amikor ment a Golgota felé. Itt látjuk őt az ő önfeláldozásában. Ehhez neki az is erőt adott, hogy tudott énekelni, mert dicséreteket énekelve mentek ki az olajfák hegyére, olvassuk a Szentírásban. És ha ők dicséreteket énekeltek, nyilván nem akkor kezdték tanulni. Az Úr Jézus gyerekkorától kezdve énekelte ezeket a zsoltárokat, amikből most mi is olvastunk, és hallunk mondatokat, szakaszokat. Tehát az éneklés nagyon, nagyon fontos a mi missziónkban, gyülekezeti szolgálatunkban. A nagy zeneszerzők is ebből a forrásból táplálkoztak. Händelre gondolok most, akit az apja Borbénak akart nevelni, mert ő is az volt. És hát nem is lehetett volna megváltoztatni ezt a sorsot, de Isten beavatkozott. A kis Händel, George Friedrich Händel gyakorolt egy orgonán, és valaki meghallotta az utcán, hogy micsoda művészesen játszik itt valaki. Felkereste az orgonistának az édesapját, és mondta, ezt a gyereket tanítatni kellene, mert ebben talentum van. Az apa mindenáron Borbénak akarta nevelni Georgot, vagy Georgot, ugye németesen, de mégis ő e felé vonzódott, aztán azt mondta, hogy rendben van, tanítatom, legalább elmegy tőle a kedve. Hát nem ment el a kedve, hanem nagy zeneszerző lett belőle. Sajnos az életét eléggé elfuserálta, olyan vállalkozásokba kezdett, amik kudarccal végződtek, és tönkretette az egészségét is, úgyhogy amikor a Mesiást megírta és jött az előadása, akkor nagy betegen volt a hallgatóság soraiban.
és szinte ájulásig köhögött. Alig tudta végigülni azt a gyönyörű muzsikát. És az volt a kívánsága, bárcsak nagypénteken halnék meg, hogy azonnal találkozhatnék a feltámadott Jézus Krisztussal, akiről szól az énekem. Isten egy kicsit másként hallgatta meg ezt a kívánságát, mert nem nagypénteken halt meg, hanem nagyszombat hajnalán. És úgy vonult be a dicsőségbe hitünk szerint, és találkozott az élő Krisztussal. Az éneklés nagyon hozzátartozik a mi közösségi életünkhöz. Nem csak a baptista gyülekezeteknek az életéhez, hanem minden igazi egyháznak az életéhez hozzátartozik az éneklés. Elmaradhatatlan, amikor van 150 zsoltárunk a Bibliában, a Szent Könyvünkben, elmaradhatatlan, hogy folytassuk tovább ezt a missziónkat. Hajdin is ebből merített áldást, erőt, energiát, ihletést. És kérdezték tőle, hogy a te zenéd ilyen vidám, tele van mozgással, ünnepléssel, újongással. Azt mondja, amikor énekelek, vagy zongorázok, orgonálok, zenélek, akkor kezdenek táncolni a kották előttem. És ha Isten nekem ilyen képességet adott, hogy látom a kottákat táncolni, akkor bizonyára célja van ezzel, és ezért újonganak az én dallamaim is, amikor kottára vetem őket. Igen, menjetek be az ő kapuin hálaénekekkel. És a harmadik üzenet, amit kiemelhetünk ebből a zsoltárból, az, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Az Úrnak szolgálunk, testvérek, elsősorban. Nem a gyülekezetnek, nem a hallgatóságnak, hanem Istennek. Ő van itt középen, láthatatlanul. Ő a legünnepélyesebb vendég ezen az alkalmon is, és minden alkalmunkon. Ennek tudatában kell lennünk. Nem embereknek szolgálunk elsősorban, hanem a mindenható Istennek. Természetesen az énekkari szolgálat áldozatokkal jár együtt. Járni az énekórákra, menni a misszióutakra, és még sok minden más is vele jár azzal, hogy mi vállaljuk az éneklésnek a szolgálatát. De ez nagyon megtérül. Az énekkar egyúttal egy munkacsoport is a gyülekezetben. Olvastam a gyülekezetnek a történetében, hogy 1944-ben ugye lerombolták, lebombázták a péceli állomást, és aztán kellett újból építeni. És a mi énekkarunk fölajánlott egy napi munka szolgálatot az állomás építésénél 1945. júniusában. Ez megvan a gyülekezet történetéről szóló könyvünkben. És ezen fölbuzdulva a következő hónapban 3 napot ajánlottak föl ugyanerre a munkára, hogy az állomás fölépüljön. Jó lenne most is egy újabb munkabrigád alakulna, egy új állomást építeni a régi helyén, mert már lassan kimegy a divatból a mi állomásunk. Reméljük, hogy majd a kedves városvezetőség bekapcsol bennünket is ebbe a munkába. Tehát szolgáljatok az Úrnak örömmel. Az nem elég, hogy csak énekelünk. Az nem elég, hogy csak élvezzük a zenét, az isteni muzsikát. Ezzel együtt kell járni a szolgálatnak is. Azt is olvassuk a gyülekezetnek a történetében, hogy a leányok is nagyon komolyan vették a szolgálatot, és amikor a háború után élelmiszer hiány jelentkezett, ennek az enyhítése érdekében bevetették itt az imaháznak a telkét cukorrépával. És akkor az egyik leányköri órájukról a következőt jegyezték föl. Ma leányköri óránkon kapáltunk. Szépen kikelt a répa. Nagyon örülünk, hogy munkánknak eredményét látjuk. Testvérek, ez egyszerűnek tűnik, de benne van a szellem. A munkálkodásnak a szelleme, a segítésnek, az odaadásnak a szelleme. És ez csak így mehet.
És visszaemlékezem arra, hogy 1989-ben ugyancsak az énekkar soraiból alakultak munkacsoportok itt a gyülekezetben, kettes munkacsoportok, és az akkori tanáccsal megbeszélve vállalta a mi gyülekezetünk, hogy havonta 10 családhoz elmegy ebből a munkacsoportból egy vagy kettő, és segít a családnak a munkájában. És illetve akkor nem önkormányzat volt a neve, hanem a tanács kijelölte azokat a családokat, ahol szükség volt ilyen segítségre. És boldogan tették dolgukat a mi kedves szolgáló csoportjaink. Azt nem tudják a testvérek, hogy folytatódott volna ez tovább is, mert megbeszéléseket folytattunk a vezetőséggel, hogy továbbra is vinnénk a munkát, tehát 10 munkacsoportot alakítanánk, és havonta 10 családot meglátogatna a baptista gyülekezetnek ez a munkacsoportja, és bármire szükség van, egy délelőttön vagy egy délutánon, ezek a munkacsoportok elvégzik teljesen ingyenesen és odaadással ilyesmit, bemeszelni valamelyik szobát, kitakarítani a pincét, vagy felásni a kertet, vagy elvinni a gyerekeket az iskolába, ha nincs, aki elvigye őket, vagy bevásárolni, bármilyen munkát vállaltak ezek a csoportok. Sajnos ugye megszakadt ez a munka, de újból oda teszem a testvéreknek a szívére, hogy folytassák tovább ezt. Ezt az aktív munkát ne csak prédikáljunk a községben, hanem tegyük munkánkat a rászoruló családoknak. Biztosan 10 családnál is több van városunkban, ahol lehetne segíteni. Tehát szolgáljunk az Úrnak örömmel, és ez meghozza maga gyümölcsét. Most különösen olyan időben élünk, testvérek, amikor várhatjuk az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Azt mondják a testvérek, ez az én vesszőparipám, nem szégyellem, Jézusnak is vesszőparipája volt, ha szabad mondanom. Figyeljétek meg az evangéliumokat, ahol Jézus beszél, mindig visszatér erre a témára, hogy hogyan jön vissza másodszor. Ugye az első eljöveteléről mindenki tud az egész világon, azt nem lehet cáfolni. Annak bizonyságai vannak, sőt, maga a keresztény egyház a legfőbb bizonysága. A másik az, hogy sok ellensége van Jézus Krisztus evangéliumának a világon. Jézus Krisztus állandóan emlékeztette apostolait arra, hogy újból vissza fog jönni. És testvérek, a mi kezünkben van ez a nagy lehetőség, hogy várjuk és fogadjuk a visszatérő Jézus Krisztust. Mert egy olyan adat van a birtokunkban, ami nem volt az előző évszázadok keresztényeinek egyikének sem. És ez nem más, hanem az, amit Jézus mondott Máté evangélium a 24. részének 14. versében, hogy akkor jön el a vég, ha Isten országának ezt az evangéliumát prédikálják az egész földön, minden népnek. És ezt lehetett nyomon követni a múlt század végétől kezdve, hogy hogyan szaporodnak azok az országok, ahova bejut az evangélium. Bármilyen akadályt is gördítettek a hatóságok, a kormányok, az evangélium terjesztése elé bejutott az evangélium, megvetette lábát. És ahogy én figyeltem a Biblia terjesztőknek a statisztikáit, úgy észleltem, hogy 2000 és 2010 között érte el az evangélium a világ minden országát. Testvérek, itt vagyunk a beteljesedés küszöbén. És én úgy szeretném, és Isten most kérem, hogy akik itt vagyunk, és ezt halljuk, és ünnepelünk boldogan, hiánytalanul ott legyünk abban a nagy seregben, amely fogadja a visszatérő Jézus Krisztust. Tessenek megnézni az Ószövetséget is, az Új Szövetséget is, tele van ezzel a híradással, hogy hogyan érkezik meg Jézus Krisztus, és miért kell neki újból visszajönnie, hogy egy új világot formáljon.
ez a világ már nagyon, hogy mondjam, kiment a divatból. Nagyon a végét járja. Annyi probléma van, hogy szinte alig tudunk vele megbirkózni. De jön az Úr Jézus Krisztus. És én úgy szeretném, hogy hiánytalanul, akik itt vannak, nem számít, hogy nem tartoznak egyik egyházhoz sem, vagy tartoznak, de nem gyakorolják, vagy egyáltalán nem hisznek Istenben, arra a napra készüljenek föl, amikor Jézus Krisztus visszajön, és azt riadó arkangyal szózata fogja meghirdetni, testvérek. Azt olvassuk Pál apostolnak a első korintusi levelében és a második teszalonikai levelében, hogy Isten majd az angyalok seregével fog visszaérkezni. És Pál apostol ezt úgy írja le, hogy az utolsó trombita szóra fog megjelenni Jézus. Miért mondja az, hogy utolsó trombita szó? Azért, mert a római hadseregnek a szókészletét használja. Amikor a római hadsereg elindult, hogy meghódítsa az akkori világot, rendkívül jó stratégiát dolgozott ki, és ebben benne volt az is, hogy amikor a tábor ment tovább, az első trombita szó azt jelezte, hogy felkészülni, lebontani a sátrakat, befogni a lovakat, mindent rendbe tenni az indulásra. Jött a második trombita szó nem sokára, és ez azt jelentette, hogy fegyverbe. Most már nincs másra gond, csak arra, hogy itt az ellenség, és le kell győzni. És jött a harmadik trombita szó. A rohamnak a trombita szava. Kiki a maga egységénél fölvonult, és fegyverrel a kezében támadta az ellenséget. Ezt mondja Pál apostol. Az utolsó trombita szóra megjelenik az Úr Jézus Krisztus. És én hajlandó vagyok ezt fizikailag így értelmezni. Hallunk majd egy nagy trombita zengés a világon. Ne nevesse neki a testvérek. Majd akkor nevesse neki, ha nem így lesz. Lesz egy hatalmas trombita szó. Az emberek azt mondják, mi volt ez? Mi, hát elromlott a városnak a hangszórója? Mi történt? Jön a második trombita szó. És megint zűrzavar lesz azoknak a lelkében, akik nem tudják, hogy ez megvan írva a Bibliában. És jön a harmadik, az utolsó trombita szó. És akkor fölvonulhatunk Jézus Krisztus fogadására. És a többit majd ő elintézi. Csak adjuk át magunkat neki. Legyünk készek az ő fogadására. Legalább egy kicsike imánk legyen. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Öt szóból áll. Meghallgatta ezt Isten, testvérek? Olvassátok el a Bibliát. Igenis meghallgatta. Azt mondja Jézus, ez az ember, aki így imádkozott ott hátsó padokban, inkább megigazulva ment alá az ő házához, mint az a farizeus, aki ott pöffeszkedett az élen, és dicsérte az ő tetteit, hogy miket végező Isten országáért. Vagy pedig egy másik imádságot tanuljunk meg, testvérek. Ott van a ábrája annak a személynek, aki ezt elmondta. Nem tudjuk, melyik lator volt az Jézus mellett. Hajlandók vagyunk azt hinni, hogy a jobb oldalon levő. Mindegy, hogy melyik oldalon volt az a lator. De azt mondta az ő utolsó nagy kínlódásában és gyötrelmében. Jézus, emlékezz meg rólam, ha majd eljössz a te országodban. Ez az imádság elég ahhoz, hogy megnyíljon előttünk a mennyország kapuja, testvérek. Kár, hogyha az életünket elpocsékoljuk gonoszságra, bűnre és mindenféle aljasságra. Nagyon nagy kár, mert ezt tette az a lator, mind a kettő ezt tette. De magába száll, látta, hogy Jézus Krisztus komolyan veszi azt, hogy ő most meghal a világ bűneiért. Látta, hogy ez igazat mond ez az ember. Ez hamisság vágyával van ott a kereszten. Jézus, emlékezzél meg rólam, ha eljössz az országodban. És mit mondott Jézus?
az, hogy na, azért az utolsó percben nem lehet megtérni, barátom. Nagyon elrontottad az életedet, látod, mennyi sok keserűséget okoztál édesanyának, embertársaidnak, loptál, raboltál, gyilkoltál, mennyi bűn nem is lepleztek le. Nem ezt mondta Jézus. Nem tudom, hogy odafordult-e, de azt mondta, még ma velem leszel a paradicsomban. És meglátjuk őt, testvérek, ha oda jutunk mi is. Ezt kívánom tehát ennek az ünneplő gyülekezetnek, hogy a legfontosabbról ne feledkezzünk el, arról, hogy jön az Úr Jézus Krisztus. Nagyon hamar jön. Az események nem tudnak tovább haladni így, ahogy haladnak, testvérek. Elpusztulunk. Ezt a vezetőink még jobban tudják, mint mi. Elpusztulunk, ha nem jön megoldás. Ha nem lesz kimenekedés. Én ebben élek éjjel-nappal, és ezt szeretném mindenkinek elmondani, hogy készüljünk, mert Jézus Krisztus itt van az ajtó előtt. És ezzel szeretném zárni ezt a csodálatos ünnepét. De még elmondom azt is, hogy hangolódjunk rá Jézus Krisztusra. Ő az áhang. Ugye az áhanghoz a 440 rezgésszámú áhanghoz stimmolják az orgonákat, hangszereket, mindent. Azt nem lehet megváltoztatni. Valahol megpróbálták, két országos hírű zenekar vezetői azt mondták, hogy megkérjük a hangszerészeinket, hogy két rezgésszámmal emeljék föl a 440-et, 442-re, hogy élesebben csillogjon az a hangszer. Az a zongora, az az orgona. És erre fölháborodtak a zongora hangolók. És tiltakoztak, mert azt mondták, hogy ha ezt megteszitek, akkor rengeteg zongora szétrobban, mert ez 20 tonna súllyal megnehezíti a feszültséget a zongora építményen. Nem lehet ezt tenni. 220 húr van az általános zongorában. Vissza kell menni a 440 rezgésszámhoz, és most ezt azért mondom el, ez zenei alkalmon, hogy gondoljunk erre, hogy Jézus legyen a mi abszolút áhangunk, aki Istenre mutat, aki megmutatja az égbe vezető utat. Ez egy halvány árnyéka annak, ami majd lesz a nagy ünnepségen, amikor minden zenész és minden énekes ott lesz a mennyben, a dicsős seregben. Erről is hallottunk már egy pár mondatot. Itt talán valaki nem rendelkezik zenei talentummal. Nem baj. Újpesten voltam lelkipásztor, ott Frittmann László testvér nem rendelkezett zenei talentummal. Ha mellette ültem, véletlenül is énekeltük az éneket, ő egy hangon énekelte végig az egészet. A botfülűséget el is kellett ismernie. Ám de, volt két gyereke, vagyis van két gyereke, Estilla és Zsolt, Zsombor, bocsánat, őket kitanítatta kedves feleségével együtt. És tudjuk, hogy milyen pályafutása van mind a kettőnek, különösen Zsombornak, a rádió zenekarnak volt a vezér hegedűse hosszú időn keresztül, sőt most is ott szolgál. Ezt mondtam Frittmann testvérnek. Frittmann testvér, nem baj, hogy te neked nincs most hallásod. Mindig ott volt, minden egyes zenei alkalman. Ő bizonyította, hogy ő támogatja ezt az ügyet, mert Isten igéje ezt mondja. Mondom, ide figyelj, Lászlókám, te a mennyben főharsonás leszel. Mert neked pótolnod kell a mennyben azt is, amit itt elmulasztottál. Én boldog volt, hogy erre gondoltam, hogy a fő zenekar tagja lesz a mennyországban, hiszen olvasunk a Bibliában a zenéről is, az örökké valóságban. Erre készülünk, testvéreim. És fogadjátok szeretettel most ezt a bizonyságtételt, és vállaljátok velem együtt tovább, tőlünk telhetően, az, hogy örüljünk az Úr Jézus Krisztusban, a megváltásnak, annak, hogy van célunk, és van örök életünk a mennyben. Aztán
Örüljünk annak, hogy énekelhetünk, vannak énekkaraink, zenekaraink, és örüljünk annak, hogy szolgálhatunk, bekapcsolódhatunk a város munkájába. Nem csak a mi mindennapi dolgainkat végezzük odahaza, hogy minden rendben legyen, hanem felajánljuk valamilyen részét a mi szolgálatunknak a közösség javára. És ezt tegyük mind Isten dicsőségére. Amen. Vezsenyi József és Vezsenyi Béla és Vezsenyi Babinak és Vezsenyi Benőnek a nagymamájáról van szó. Ez egy 1914-ben egy karácsony est, amit az énekarnak néhány tagja látható. 1921-ről van már szó, utána vagyunk az első világháborúnak. Lehet látni a Mátyás testvért és mellette a Lőrinc testvért. Most ez egy új korszak már, de mielőtt ennek az elemzésébe belefognánk, szót adnék Váradiné Egri Anna testvérnőknek, aki egy jelentős időszakban karvezetője volt a Pécseli énekkarnak. Villanykény. Villanykény.
Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet és a jubiláló énekkart. Mivel a múlt században, néhány évtizedet én is az énekkarban ülhettem, tagként, majd karvezetőként, megszólítást kaptam. Köszönöm a lehetőséget, a következők jutottak eszembe. A gyülekezeti élet és benne az énekkar, hála Istennek, egy folyamat, amihez lehet csatlakozni. Lehet lenyomatot adni és kapni. Lehet névvel és név nélkül részese lenni. Lehet könnyebb és nehezebb időszakokban kitartani. Egyet nem lehet úgy énekelni benne, hogy idézem, csak a testem van jelen. Elődeink fantasztikus lelkesedéssel, kitartással, erőbedobással, ha csak a sok kézzel írott szólamkottákra gondolunk, tanultak meg óriási énekanyagot. Az egyszerű karénekektől kezdve, a ma is majd elhangzó César Franck 150. zsoltárig, vagy a Liszt, te Péter vagy, folytathatnám a nagyműveket is, illetve a motettákig. Arra kellett ügyelni a mindenkori kórusnak, hogy a mindig új ének akarása mellett a régiek se felejtődjenek el. Ezt az egyensúlyt a gyülekezet is igényelte. Én is azt tapasztaltam, hogy mindenki örült, és szerette a Gerzsenyi testvér, Laci bácsi által azonnal elkészülő magyar szövegű sok-sok új éneket, de várta a már ismert régieket is. Fontos megemlíteni, bár elhangzottak már nevek, hogy mindig voltak nagy tudású zongora kísérők, sokáig csak harmóniumon, akik segítették az énekkar munkáját. A mai fiatalok számára szinte elképzelhetetlen média csendben éltünk és szolgáltunk, még nem is olyan régen. Mégis azt gondolom, hogy a 80, 50 vagy csak 30 évvel ezelőtti szolgálatok is felkerültek a YouTube-ra, méghozzá a mennyeire. Emlékezni lehet, de összehasonlítani földi értelemben nem az elhangzott szolgálatokat, de tudjuk, mindig a legjobbat, a legszebbet tették az oltára immár 100 éve a szívből éneklő, zenélő testvérek. A viszonylag és valóságosan is kevés régi dokumentumból előkerült egy ritka írásos emlék, nem annyira régről, a pécsi szolgálatunkról, amire már alig emlékeznénk, hiszen fénykép is alig készült róla. Örülök, hogy ez is bekerült most a történeti emlékbe, és majd meghalljuk. Kívánok ezután is hívő, odaszánt énekeseket, karvezetőket, zenészeket, hogy majd az utódok is jubilálhassanak.
Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással és örömmel emlékezünk arra a csodálatos vasárnapra, amelyet együtt töltöttetek gyülekezetünkkel. Igen, meggazdagította lelki életünket valamennyi szolgálatotok. Ámultunk magas színvonalú énekkultúrátokon, és lenyűgözött bennünket a versmondók felkészültsége és előadó készsége. Tudjuk, hány odaszánt óra előz meg egy ilyen missziós napot, így még nagyobbra értékeljük látogatásotokat nálunk. Számos elismerő véleményt hallottam a kórus avatott vezetőjéről. Asszonyainktól kemény dorgálást kaptam, mert hogy az a két szerény ajándék igenis személyes emlék, mind a karmesternő, mint pedig a lelkipásztorné részére. Sorolhatnám persze, kinek mi tetszett leginkább. Bennem legelevenebben Varga doktor bizonyságtétele él. Köszönjük a felejthetetlen ünnepnapot, áldja meg a mindenható mindjájatok életét, szolgálataitokat, egyéni és közös bizonyságtételeiteket. Gyülekezetünk kórusai előtt példává lettetek, összeforrottságotokkal, kiegyensúlyozott lelkiségetekkel, alaposan előkészített munkátokkal. Szükség van az ilyen találkozókra, hogy egymás hite és lelki értékei által erősödjünk, reménységünk és szolgálatkészségünk fokozódjék. Testvéri köszöntésünket küldjük mindazoknak, akik itt voltak, élükön a lelkipásztorházaspárral. Ugyanakkor üdvözöljük az egész gyülekezetet is, főként az énekkar képviseletében, de gyülekezetünk nevében is, Gerzsenyi Sándor, lelkipásztor. És most beszélhetném utat, mert nem csak olvasni tudok, szeretnék szólni a ünneplő gyülekezethez, főleg a énekkari tagokhoz és a régi énekkari tagokhoz. Én 2000-ben tértem meg, 51 éves koromban. És 2001. március 18-án megérkeztem be. El kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy az Úr most már úgy érzem, hogy megengedte azt a 40 évet, amit elkóboroltam, de ez nagyon veszélyes volt számára, mert az én szívemet úgy megkeményítette a sátán, hogy nehezen férkőzött hozzá. És ebben az én szeretett Laci bácsom, akit annyira szeretek, ő is szeret engem, tudom. Fú, de nem szerettem. Jártam ide a 90-es években olyan sokat, és beújtam a szememet, lehajtottam a fejemet, és úgy somfordáltam ki, mert úgy éreztem, hogy mindig engem prédikál ki. És szégyeltem magam, mert azt hittem, hogy ezt mindenki tudja is. És higgyétek el, ez mind így volt. És tudom, hogy milyen nehéz annak, aki ide bejön, és hogy meg tudjon térni. Mert borzasztó erősen húz a sátán. És aztán ez a kemény páncél, mert olyan kemény páncél volt a szívem körött, hogy talán a golyó se vitte volna át, az ének hangja, az meglágyította, és átment rajta.
A bizonyság tételeimben akkor sok bizonyság tételt vittem, mert mindenfele mentem, és akkor az volt a divat, az új bemerítetteknek, és itt a lelkipásztor testvér, nagyon sok fele voltam. Minden, itt is minden bizonságtételemmel elmondtam, hogy az énekkar munkája, az énekkar éneke és szolgálata az nekem nagyon fontos volt a megtérésemben. És ma is úgy érzem ezt. És amikor itt voltam vasárnap, mert azért mindig itt voltunk, a feleségem úgy szólt állandóan, gyere, 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 menjünk. Aztán az én munkaköröm olyan volt, hogy az egész ország volt az irodám. Egyik nap Hegyesfalunban voltam, másik nap Záhonyban. És ez a hosszú, sokórás vonatutazásoknál az énekar énekei mindig belém jöttek. És azokat dúdoltam végig. Hó, már Miskolcon vagyok, pedig még a múlt heti énekeket nem is dúdoltam végig. És tudjátok, ez az ének megragyította a szívemet, és Istennek már könnyű volt utána. Úgyhogy én azt kívánom, és azóta is áldom azokat az embereket, azokat a tagokat, akik abban az énekarban benne voltak. Vannak, akik mögöttem vannak, vannak, akik itt vannak a gyülekezetben, és vannak, akik már az Úrnál vannak. És a mostani énekarnak, és azt arra kérem és buztatom őket, hogy énekeljetek, 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 hogy a szívünk ne keményedjen meg, mert akinek megkeményedik a szíve, az elmegy a gyülekezettől. És tudjuk, hogy nagyon sokan itt hagytak és elmentek bennünket. További jó munkát kívánok! Kezdte kinőni a Maglódi út imatermet. És közben kiderült, hogy itt a Kovács utcában van egy Skucs Villa nevű épület, amit itt láthatunk, és az eladó. És volt egy nagyon lelkes tagja a gyülekezetnek, akinek az írásaiból már megismerhettük azt a szellemiséget, és ő volt
az, aki kiárta, hogy ezt a villa épületet valahogy a gyülekezet megvegye. Ő volt Dobos János, István, bocsánat. És itt érkezünk el a már korábban említett Lőrik Sándor testvérhez. Az ő bekapcsolódása a gyülekezeti munkában nagyon eredményes volt, amit látjuk, a harmónium, a zene, a vasárnapiskolai tanítás egyaránt közel jött hozzá. Itt lehet látni a gyülekezet teljes létszámát, azzal a különbséggel, hogy ekkor már birtokba vették azt az épületet, aminek a körülményeire most nem akarok kitérni. Lényeg az, hogy hosszas húzavona után 250 ezer koronáért meg tudta vásárolni a gyülekezet hitelre, csak az volt a baj, hogy a benne lakó még nem volt hajlandó kimenni, és addig, amíg meg nem kapta a lelépéshez járó 50 ezer koronát, addig a gyülekezet nem tudta birtokba venni, és itt már megtörtént a felavatás, és lehet látni azokat a kis fiúkat, lányokat, akik az utókornak oszlopos tagjai voltak. Itt látható Lőrik bácsi, és az ölébe ül a kisfia, akiről majd még szó esik. Lőrik bácsiról ki tudna többet mondani, mint az ő unokája, dr. Győri Imre. Az ő emlékezését hallgassuk meg előbb. Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Azt gondolom, hogy van jó néhány olyan dolog, amit ha ismétlünk, az csak előnyünkre válik. Így a 100. Zsoltárból fölolvasok néhány verset. Vígagy az Úrnak, te egész föld! Az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem mi magunk. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való hűsége. Kedves gyülekezet! 100 éves jubileumra gyűltünk össze, azért, hogy megemlékezzünk elődeink munkájáról, eredményeiről, és ezek eredményeként elmondhatjuk, hogy a pénzeli baptista gyülekezet énekkara most is áll, és ahogy hallottuk, szépen működik. Az Úr kegyelme hűsége nélkül nem tartanánk itt, hiszen nekünk annyi botladozásunk, annyi hullámvölgyünk van, hogy ezt a Jóisten kegyelme, amely csak át tudja hitalni. Amit most mondok, azt megint a testvérek már többen kiemelték, hogy az ének és a zene az mindig is hozzásegítette a lelketeket ahhoz, hogy ráhangolódjanak az igei gondolatokra. Az iménti bizonyságtétel is ezt alátámasztotta. Hálásan emlékszünk elődeinkre, akik úttörő munkát végeztek, megalapozva a jelent, közéjük tartott a nagyapám is, Lőrik Sándor, aki 1896-ban született, és 88. évében, 1984-ben hunyt el. 1919-től élt Pécelen feleségével, akiről már szintén volt szó, nagymamámmal, Katona Máriával, annak a bizonyos Katona Istvánének az egyik lánya volt, és hát hál' Istennek elmondhatjuk, hogy a család leszámozottai közül sokan megfordulnak még most is a gyülekezetbe, jelenleg is vagyunk itt néhányan. Nagyapámról elmondható, hogy zenei őstehetség volt, aki autodidakta módon képezte magát, sajátította el az éneklés mellett az orgona, illetve a harmóniumjáték alapjait. Ez is hozzásegítette énekkari karvezetői munkájához, amit már hallottuk, hogy Mátyás Pál testvérrel együtt végzette. Szerénységüket mi sem bizonyította jobban, erről is szó esett, hogy igen fiatalon átadták a karmesteri pálcát a feltörekvő ifjúságnak, azok közül az egyik a Szösző Katona Józsi bácsi, a másik pedig Kozma Bálint. Elmondható az ő lelkiségükre, hogy mindegyikkel egész életükben jó baráti testvéri kapcsolatot tartottak, tehát soha semmilyen rivalizálás vagy egyéb föl nem merült közöttük. A nagyapám, mint ha mondtam az imént, 28 éve hunyt el, és én ebből a
közel 88 évből, amit a Jóisten adott neki, majdnem 40 évig ismerhettem, szerethettem, és hát nagyon sokat együtt éltünk, egyházban a szüleimmel együtt, és hát egy kis személyes kitérés, ugye, hogy részben a nagyszülők, részben a szülők észrevették, hogy valamivel több zenei adottságom van, mint az átlag, és így elég hamar elkezdtem zongorázni, úgyhogy hamarabb kezdtem zongorázni, mint iskolába betűt tanulni. És hát kezdetből fogva a nagyapámnak a őrző, vigyázó szemét érezhettem magamon, és így hát bekövetkezett az, amire nagyon sokan örülnének, hogyha ma is lenne ilyen, hogy 8-10 éves koromban már az ő vezérlete mellett végig kellett játszanom a hithangjai, evangéliumi vegyes karok, éneklapok, ugye akkor ezek a kották voltak hozzáférhetők, szinte valamennyi énekért. Asszisztálva az én nagymamámnak a csodálatos szoprán hangja és a nagyapámnak a dörgő basszusa mellett. Egy különleges epizódot szeretnék elmondani, amiről nem biztos, hogy sokan tudnak. Nagyapám az első világ, szóval mind a két lőrinkkel volt valami baj, az egyik az első világháborúban, a másik a második. A nagyapám ugye az első világháborúban hadifogságba került, és az isteni gondviselés, valamint az ének szeretete hozzásegítette ahhoz, hogy onnan viszonylag hamar megszabaduljon, mondhatom, hogy megszökjön. Történt ez úgy, hogy kiküldték a hadifoglyokat dolgozni különböző helyekre, és egyszer csak hogy nem egy lelki közösségben találta magát, és ott elénekelt egy éneket. Fogom kérni a szövegnek a bevetítését, és hát többeknek a biztatásáért úgy gondolom, hogy ezt az énekből egy verszakot eljátszunk. Miután a hívő közösség ismerte a szövegét, ezért zakogott az egész gyülekezet, már akik ott voltak, és utána rövid időn belül hozzásegítették ahhoz, hogy onnan elégyen. Ezt kérdöm a testvérek, hogy ismerik, hogy egy ilyen ennek a testvérnek a szavaiból már egy utalás történt arra, hogy ezen az alkalomon nem hagyhatom ki a nagybátyámat, aki 1920-ban született és 43-ban meghalt. Ő a második világháborúban halt hősi halált, és soha nem láttam, miután én 45-ben születtem, de a nagyszülők és a szülők olyan szeretettel beszéltek mindig róla, hogy én egész életemben tiszteltem, szerettem olyan valakit, akit sose láttam. Hát ennek volt még egy különleges apropója, hogy a nagymamám azt mondta, hogy én nagyon hasonlítottam a nagybátyámra, és ezért engem nagyon sokáig úgy szólított kisgyerekkoromban, hogy Sanyi vagy mi vagy Imi. De hát én mind a kettőre értettem. Hát most egy nagy ugrást teszek, és emlékezem egy másik olyan eseményre, ami azt gondolom, hogy sokunknak az életét döntően meghatározta, és a
bevezetésként az 50. Zsoltárból egy mondatot idézek. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat. Tudnélik, 1962. novemberben az itt lévő Gerzsenyi László testvér által 9-et magunkkal bemerítkeztünk. Az akkori fiatalok közül itt van Váladi Endre, Vezsenyi Józsi, kedves húgom Hajnalka. Hát sajnos olyan is van már közöttünk ebből a 9-ből, aki nem él, a Pálinkás Dezső, tehát őt is így külön megemlítem. Hát így azt lehet mondani, hogy ebben a 100 éves jubileumban van nekünk is egy 50 éves jubileumunk, hogy 50 éve vagyunk a gyülekezet énekkarának a tagjai, és jó magam akkor kapcsolódtam be a zenei szolgálatokba. Gerzsenyi testvér megkímélt tőle, hogy felsoroljam mindazokat a kedves embereket, akikkel az elmúlt 50 év összehozott bennünket, de hát mindegyikre nagy szeretettel emlékezem. Záró gondolatként annyit, hogy hála legyen a jó Istennek az ő áldásaiért, amelyel kísérte az elmúlt 100 évet, de leginkább az ő kimondhatatlan ajándékáért, az Úr Jézus Krisztusért, akire nézve bocsátja meg Isten, ami erőtlenségünkből fakadó számtalan vétkünket. Újból az 50. zsoltára utalok, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Köszönöm szépen!
nem a villany. Hosszú volt az Isten tisztelet, valószínűleg lemerült. Kérem szépen, hogy két, igen. Itt tulajdonképpen egy 1913-ban megalakult Duvó zenekarról látunk képet, de ez nem akkor lett fölvéve, hanem a 10 éves évforduló. Tehát valójában nem az alapítókat látjuk, hanem a 10 éves jubilálókat. Hogy milyen gyorsan alakult a Duvó zenekar, az egy nagyon érdekes dolog. Ha ki lehetne most nagyítani, szinte hetek alatt megtanultak a zenészek, egyszerű parasz gyerekek úgy könnyítettek a helyzeten, hogy a kották fejei alá nem a hangukat, hanem a billentyűk számát írták. És így nem tudtak tévedni. Ez már az itteni Kovács utcai imaterem, illetve kertje az imaháznak. Amikor ünnepélyeket tartottak, akkor már nem volt képes befogadni a sokaságot, és egy ötlettel kihordták a padokat az udvarra, és ott tartották meg az Isten tiszteletet. Az énekkar nagyon összenőtt, a missziós utak mindennaposak voltak. Volt egy olyan hónap, amikor szinte 4-szer elmentek valamilyen messzi távolba. Ez egy hajókirándulásra szó. Amikor még nem volt gépkocsi, akkor vasúton, lovaskocsin, kerékpáron. És itt érkeztünk el most, ez a két elválaszthatatlan jó barát, Bálint bácsi és Szöszö bácsi, Eszkatona József testvér. Ők olyan szoros baráti kapcsolatban voltak már gyerekkoruktól kezdve, és mind a kettőnek nagyszerű zenei adottsága született. Bálint bácsi, akiről már sokat beszéltünk, de nem tudunk eleget, fiatal korában vette át a gyülekezet éneklést, és csodálatos adottságait nem iskolákban, hanem egy tanfolyamon szerezte. Tóth Gábor volt akkor az országos missziónak egy ilyen kiemelt zenei képességű személye, és őtőlük vettek leckét, ő a Bálint bácsi is, és hűséges társa Katona Józsi bácsi is. Bálint bácsinak a humora az magával ragadta az egész fiatalságot. A hec kedvéért átöltözött. Minden vidámságban benne volt. Gyönyörűen rajzolta a kottákat, és tönkre játszotta. Azt hiszem, hogy ő volt az a személy, aki a legtöbb időt töltötte az imaházba. Nem tudom, visszaadja a kép, hogy abban az időben így írt kottát. Akkor még nem ismerték a golyóstollat. És ez az egész kotta füzet teljesen tele van az ő írásával. Ez tintával és tolszárral. Bámulatos ez az odaszánás és ez az időráfordítás. Itt van a jó barát. Ez a két fiatal ember sokáig a gyülekezet énekkarának volt a vezér alakja. Következett egy ifjú ember, aki szintén bekapcsolódott a zenei életbe. Az énekkar 1933-ban. Itt a Naputcai gyülekezet tett egy látogatást Pécerre, ami ezen a képen jól kivehető, a városi ifjúság és az itteni Péceri ifjúság próbált alkalmazkodni még öltözködésben is hozzájuk. És nagyon sokat tanult tőlük. Itt lehet látni Katona Józsi bácsit és mellette ifjú udvarnoki András testvért, aki később a gyülekezetnek 9 éven át, több mint 90 éven át a lelkipásztora lett. Újabb kép 1940.
az imaház udvara lehetővé tette, hogy egy medencét is építsenek. És a bemerítések itt történtek. Most értünk el egy drámai képhez. A bemerítettek közül, talán meg tudnám mutatni, Mikes András, az én unokabátyám, Márkus Béni és az említett Lőrik Sándor hősi halált halt. 39-ben volt a bemerítkezésük, és a háború elvitte őket. A 100 éves baptista gyülekezet jubileumai ünnepéjén, ünnepségén egy kopjafát állítottunk a tiszteletére. Én szabad legyen javasolni, hogy most az ő emlékükre pihenésképpen a gyülekezet egyperces néma felállással tisztelegje. Thank you.
szeressük. Kérem szépen kézzel vezérelni tovább, és elérkezünk a DVD bejátszásig, azt is kérem szépen lehet betíteni. Tessék lépővétni. A fölépülő múlt imaház. Kevesen tudják még, hogy megépüléskor így nézett ki a belső tér, és a réginek a bontása és az újnak az igény a felavatása mindössze 115 nap alatt történt. A város lakossága csodájára járt. Itt lehet látni a 1948-as képen a zenekar utolsó együttlétét. A következő évben már a politikai rendszer ellehetetlenítette a zenekart. A 60 éves jubileumra a távozó és az új lelkipásztor család, illetve testvérek jelenlétében. Ezek a képek gyakorlatilag annak bizonysága, hogy az énekar működése folyamatos volt, és hát ez a képanyag maradt meg rólunk, hogy bizonyítani tudjuk, hogy itt folyamatos volt a 100 év alatt az énekar szolgálata. Ez most a jelenlegi énekkar képe, nem a kibővített, amit most hallunk. És most következzen egy bejátszás 1998-ban súlyos katasztrófa ért az országot, és felkérték a Péceli gyülekezet énekkarát, hogy karácsonyra egy jótékonysági koncertet hozzon össze, és mi örömmel tettünk ennek a felszólításnak eleget. Ebből látunk egy képet, amit a Rádai kastélyban vettek föl. Hallgassuk meg ezt az éneket, az énekar Várodi egy pillanat. Yeah.
Azt nem tudjuk, hogy akkor hogy szólalt meg. Azt tudjuk, hogy 14 évvel ezelőtt hogy szólalt meg. És hogy most hogy szólal meg, ezt Tóth Kornél testvér fogja majd nekünk eldirigálni. Bódás János, szöveg. Két munkás, két nehéz súlyokkal izzadva vert egy oszlopot. Az oszlop ingott. Újra verték, de tág volt a föld, és nem fogott. Ennek cövekkel, szólt az egyik, az kitölti majd a réseket. Az oszlop állni fog, és kibír majd vihart, és földrengéseket. Körös körül megcövekelték, s most, ha mellette elmegyek, mintha valamit mondanának az erős, kemény cövekek. Néznek rám a földből kiállva, beszélőn, mozdulatlanul. S én állok, mint a megigézett, és a szemem látomásra gyúl. Cövekkel. Cövekkel, kemény. Dacos vas ég, hogy az oszlop meg ne inogjon, verje bár mennykővel az ég. Embercövekkel, ki a résbe önmagát mélyre leveri, hogy ne ropogjanak tovább már a világ eresztékei.
Mindenütt ezerré is sötétlik, minden fényesen inog. A föld, a rend, a hit, a jóság, az ezeréves oszlopok. Ember eszmék és igazságok tövén már hézagos a föld. S ha egy esztelen vad vihar jön, percek alatt mindent kidönt. Szöveg kell itt. Megérzed, hogy ez a legszebb hivatás? Hogy ezért vagy, hogy ezért szültek, s hogy nem pótolhat senki mást, mert sok a rés. S te kell lesz, még ha csak szálkány is az életed. A hazád, a hited oszlopát ezzel is erősítheted. Állj be! Tömődj be a résbe, légy bár gyermek, ifjú, öreg, s tartsd a helyed minden veszélyben. Tartsd ki végig büszkén, keményen, mint a szöveg. Kedves testvérek, kedves mindnyájan, elérkeztünk a gyönyörű szép záróénekhez. Talán a feltámadt hősod is neked után ez a legszebb ének. Zengd Jézus nevét, zengd világ, hogy Jézust királlyá koronázzuk. Majd amikor az gyülekezet fele fordulok, a testvérek a padokban kiosztott kotta alapján kezdjék majd énekelni, hamar rá fognak jönni, hogy mikor kell belépni. Köszönöm szépen! Thank you.
maradjon álló a gyülekezet, és befejező ima következik, hajtsuk meg a fejünket, és valamennyiünk nevébe Bajnai József testvért kérem meg, hogy imádkozzék. Mindenható Istenünk, alázatos szívvel és őszinte hódolással állunk meg a te szent fényben. Köszönjük neked ezt a csodálatos testünk. Köszönjük, hogy visszatekinthettünk a múltra, gyülekezetünk, énekkarunk munkájára. Megköszönjük, Uram, azokat az áldott életű embereket, testvéreket, akik képesek voltak odaszállni az életüket, munkájukat azért, hogy téged szolgáljanak, a te nevedet dicsőítsék és magasztaljanak. Istenünk, az a mi kérésünk, hogy segíts meg valamennyünket, egyszerű gyülekezeti tagoknak, az énekkari tagoknak, hogy igyekezzünk őszinte szívvel, képutatás nélkül, ami tőled kapott talentumok alapján szolgálni és dicsőíteni tudunk. Tudunk mindent, de mindent köszönünk. Mert Jézus Krisztus nevében. Maradjon minnyájunkkal. Amen. Az Úr közel. Foglaljunk helyet. Kötelességemnek tartom, hogy egy hibás felsorolást korrigáljak. Alekszavis Győző testvér volt 35 éven keresztül a gyülekezet énekkarának vezetője. Ő kimaradt a felsorolásból, de pótoljuk azzal, hogy most kihozzák a mi fiataljaink azt a tablót, amely láthatóvá teszi az elmúlt 100 év karvezetőit, helyetteseit és állandó kísérőit. Ezt szeretnénk a jövő nemzedéknek átadni és a jelenkornak emlékezetül. Köszönöm.
karvezetőket, és az őket nagyon-nagyon segítő zongoristát, illetve orvosi testvéreket, én nagyon csekély ajándékkal megajándékoltam, de el nem felejthető, rajta vannak a hangjegyek, a pohárra mindig szükség van, tehát víz nélkül nem élhetünk, a dátum is rajta van, ezzel emlékezhetek, és a leállók, akinek átadják, annak a nevét bevonják. Legfontosabb ezért szeretném megköszönni Vényi András testvérnek. Mikes András testvérnek. És Váradi Anni-nek. Először is a gyülekezetnek szeretném megköszönni ezt a példamutató figyelmet, amit ma este mindenki tanúsított, szinte a légyzömbögést is meg lehetett hallani. Természetes, hogy ehhez kellett ez a gyönyörű szolgálat, amit hallottunk, és azt hiszem, amit valamennyien élveztünk. Én szeretném megköszönni a gyülekezetnek a részvételt ebbe a ünneplésben, és valamennyi vendégünk felé, bárhonnan is jöttek, Istenünk áldását kívánom, és azt kívánom, hogy vigyék el ennek a szép napnak az emlékét, gyülekezetünk köszöntését, akár külföldről vagy belföldről is jöttek a testvérek. Szeretnék két üdvözletet átadni a gyülekezetnek. A Tóka Gyula testvér, ami Gyula bácsink, elég beteg. A héten meglátogattuk egy nyugdíjas csoporttal, és hát nagyon mély nyomot hagyott bennünk ez a látogatás, mert szinte mi erősödtünk meg őnála, bár beteg, de mégis még a humora megvan a Gyula bácsinak, és ő küldi a ünneplő gyülekezet felé szeretetteljes köszöntését. Gyülekezetünknek az ügyvezető lelkipásztora pap János testvér, aki jelenleg még gyógykezelésen van, és ő is köszönti a gyülekezetet, gondol ránk, de hiszük, hogy jövő vasárnap már találkozunk vele. Hadd köszönjem meg az énekkarnak a szolgálatát, hát nagyon fölkészültetek. Tudom, hogy ebben nagyon sok munka van, és
olyan jó lenne, hogyha így együtt maradna ez az énekkar, ahogy számoltam, közel 60 fős, és hát nem tudom, hogy lehetne ezt megtenni, hogyha még nem is állandóra marad így együtt, de legalább talán évenként, hogyha valami hasonlót lehetne csinálni, ez jó lenne. Engedje meg a gyülekezet, hogy köszönjem meg a gyülekezet nevébe külön Bényi András testvérnek és Mikes András testvérnek azt a fárasztó és odaszánt munkát, ami hónapokon keresztül tartott, és végeztek a tanításban a különböző bemutatások előkészítésében. Az Úr áldjon meg benneteket. Nem akartam utoljára hagyni, de annál nagyobb szeretettel köszönöm Gerzsenyi László testvérnek, hogy elvállaltad ezt a szolgálatot, és itt voltál közöttünk, és az Istenünk ígéjét hirdetted nekünk, és azt külön köszönöm, hogy a munkára hívtad fel a figyelmünket. Ugye, annak idején olvastam egy kis történetet Luther Mártonról, akitől megkérdezték, hogy mit tenne, ha tudná, hogy holnap eljön az Úr Jézus. Azt mondta, hogy ültetnék egy diófát. Hát valami ilyesmit éreztem a te szolgálatodba, szolgálatra, munkára buzdítottál bennünket, köszönjük, és azt az üzenetet pedig különösen, hogy készülni kell, mert nem tudjátok, hogy mely órában jöjj el a ti uratok. Köszönjük a szolgálatot, munkádhoz sok erőt kívánok, és végezd a feladatot, amíg tart, és amíg van, amíg lehetőség van rá, az Úr dicsőségére és valamennyiünk örömére. Áldjon meg az Úr! Köszönöm szépen! Hirdetem a gyülekezetnek, hogy csütörtök este 18 órakor lesz bibliaóránk, szombaton 18 órai kezdett el előjárósági megbeszélés, és vasárnap, december első vasárnapja lesz, és úrvacsora Isten tiszteletre kerül sor. Mostan, bár elment az idő, de 100 éves jubileum ünnep nincsen sűrűn, és ezért arra buzdítom a jelenlévőket, hogy ne siessünk még haza. Befejezés után szeretett vendégségre kerül sor az alaksorba. Én hívok minden kedves megjelentet, ott lehetőség lesz még beszélgetésre, emlékek felidézésére, és hát ne siessünk haza. Gondoljunk betegeinkre, idős testvérekre, imádkozzunk értük, az Úr áldja meg a gyülekezetet.